Na, sziasztok, én Bencék, és ültvék egy videóval. Na, hello, sziasztok, én Bencék, és ültvék egy videóval. Sziasztok, én Bencék, és ültvék egy videóval. Na, hello, sziasztok, én Benc vagyok, és újra itt vagyok egy videóval. Na, sziasztok, én Bencék, és ültvék egy videóval. Irányítható bárány. Aha. Jó, megirányítottuk ezt a bárányt, hogy tudod irányítani, de nekem nem sikerült. Ami ez a lobby kicsit ismerős, de nem akarok kötözködni, mert megint ezek a hívásai kötözködök. Egy bakancsot fog köztehozni. Ez egy hótaposó. Jaj, hát ez kié! Mit elhet szép anábiz döbezni? Különek a szép volt. Pakis mosolyi. Fos a Silver Club. Húha, azt a beoltottak. Az igen. Ez mi a fasz volt? Ez... Igen, csak is, ez tök normális, hogy ledarálja rólam az OP-t, nem? Ez így erőkettő. De beszarok, ez vicc. Akkor minek kell behozni az erőket? Hát komolyan ennyit megjelenestem tőnek az, hogy tönkreteszi a szervert azzal, hogy behozza az erőkettőt, és csak azért, mert pár száz bét költenek, vagy pár ezret. Mondom, és oda mindenemnek, mert nem izéltem, nem szedtem izét csak. Szép volt, bravo mesterem C, bravo. Istenem, összehoztátok, azaz. Gratulálok. Király. Legjobb server forever. De nézd, mert megint kilök, ja, és nem vittem izét magammal. Ja, Istenem. GG. Ne, gyerekek, ne. 2.50-et ad egy ilyen kis szargolyó, ami ott lebeg. Ez mi volt, bazeg? Gyere, fiam. Pont írtam. Ez a szerencsét, hogy írtam, fiam. Semmi más szerencsét nincsen. Sok leszem ugye fiamozás, de nem baj. Nem ettem OP-t. De miért löksz ki? Te figyelj, tudsz PvP-zni? Amúgy nem nézed ezt a videót, gyakorolj már, ember. Kurva szar vagy. De jó, hogy nem lehet védekezni a mesteremcében. Ez az IP-t le tudják tiltani, de nem tudják megcsinálni azt, hogy normális szervert összerakjanak, vagy ne legyen letiltás. Mi van, fiam? Nehogy te is hátba gyere. Lög le. Velünk van? Nincs velünk. És hátba figyelj, ezt mondom most őszintén, gyerekek. El is fogyott minden mentődöm. Megint? Bekopolt és megölnek. Igen, és ez az ordibálás, ez a hullott, igen, én most menő vagyok, hullott, igen, ez az. Életcél teljesítve, hullott, igen. Ez az. Most kiírja, hogy vidi van természetesen, de olyan videót nem látni tőle, amiben ő esetleg meghalt. Tehát ugyanilyen orknál is, hogy őt is kétszer megölte, ork meg vagy 40-szer megölte, de abból egyet se láttunk, amikor ő halt. Csak azt, amikor kétszer megölt orkot, és bejelentette, hogy ő szerint látni a videóban, hogy ki a jobb. Hát amikor mutatta, hogy milyen a sisakja az ork ellen, akkor is orknak volt jobb a sisakja, tehát én azért azt nem raktam volna fel, de lényegtelen. Igen, itt ezt ki kell írni, hogy vidire ment természetesen, hát persze. És igen, ezek a hangok, meg gondolom a szettek azok ugye, azokat úgy kapta gondolom ajándékba, ugye a géplakatos nem addol neki véletlenül se. Igen, az értelmes hangok a háttérbe. Én Axel 11-10 vagyok, és itt van Levike is, csak ő most nem beszél, és itt... Nincsen mikrofonra pénz, igen. Itt van Bomba 02. Az ilyen 3 van. Köszönöm szépen. Szerintem csorta, de nem baj. Csöztök! A copko Zsolt, az a bunk. Ja, és ez még egy fontos bejelentés. Igen, itt jön a fontos bejelentés. De ez nagyon fontos lenne, ebben ezt szóltok bele. Mindenkit kérek nagyon szépen, hogy adója 1%-kal támogassa a fogyatékkal élőket. Személy szerint Bencec. És ennyi. Ja, meg, bocs, Skeleton 31-et, és azt tudod valakit. Aha, igen.
mind a kettőt ismerem, ugye meg magamat is ismerem. Igen, és minket támogassanak, hát nem tudom, szerintem inkább Bevikét jobban kéne támogatni, hogy legyen mikrofonra pénze. Nézzétek, mennyi NPC van, klón az nem spórolt. Ne klón az mindig, de hülye. Eltörte a sárga csapat ágy, hát ez gyors lesz. Eltörte. Ezért váltunk Hogy amit. Tört el? Ráugrott előből. Anyukája nem tanította, hogy nem szabad eltörni az ágyat, nem szabad ugrálni rajta. De most semmelyiknek nincsen cucca, gyerekek, most támadjunk. Oké, nekem sincsen. Kiütettem az ágyukat! Fut egy gyerek hozzánk, fut a gyerek hozzánk. Jó, van, itt vagyok, én nálunk. Középen van. Jó, ki akartam volna írni nekik, hogy easy. Oké, megnyertük. Igen? Szerintem igen, nem. Jó szokat tettem hozzá játékhoz. Nem, egy sárga elbújt. Itt van fönt. Jó van. Ne szórakozzál! Van egy put, van aranyalmája. Jó. Jó. Nyertél 13 bányás élmét. Easy. Láthatjátok bal oldalt. Ott van bal oldalt fent. Hogy húzni, jobb oldalt pedig az, hogy bright és no fall. Á, mi az a kritika, gyerek? Annyira az nem biztos, hogy mi az a kritika. Ne pattog már egy gyerek. Istenem. Gyere. Játsz le. Játsszuk le, gyere. Ez tetszik, mi? Ez köl. Köl ez neked. Az hack, nem is hack, ez nem hack. Még ez nem lett olyan rosszat. Ez izé lett, ez szóval minek lenne jó, hogy kiütné itt a izét, akkor ez mehetne korcsolyának. Ez elmegy. Ez lett a legrosszabb attól. Ez elmegy. Elmegy. Ez enyémhez ki... Mondjuk igaz, enyémhez. Ez enyémhez képest ez atom király. Ezt akartam mondani. Zokni. Elmegy. Zokni. Hát ez elmegy. De ez zokni. Sírok. Ez mi a szar? Többet. Ez a tiéd? Igen. Jó, ez atom király. Atom király, mi a vagy? Ez mi ez, egy láb benne? Igen. Ez mi? Ó, ez jó. Itt egy szart. Ez egész jó. Ha szóval nagyobbat csináltam volna meg, meg itt nem, hátul nem ilyen lenne a sarka, hátul rossz a sarka. Elég lehetne egy picit változtatni, de ez egész. Meg igen, meg a hátul ilyen is, de az ötlet nem rossz. De döglött pók. Tényleg. Aláírás fog kérni. Én azt mondom, hogy 9 éves leszek. Még ki is nézik belőled, ja? Ha én aláírás kérek pankékszóval. Ha kisztatok, mert egy 2 méteres embert keresetek, aki valamint ropi, ja? Amúgy, és mellett, igen. És mellett fog egy izom kibaszott. 190 centi vagyok, úgyhogy egy ilyen... És mellett egy olyan ember fog menni nagy... nagyobb a karja, mint a feje, ja? Rád lépek, de borha. De ha mondom, hogy csalsz. De hogy csalok? Dehogy is nem. Alex, bannold már ki. Ez nincs velem. Hoppá. Te mit ütsz engem? Te ki vagy? Hát jó. Valaki Diás faluba. Na szóval most végigmondom az egész mondatot még egyszer, hogyha valaki nem értette volna, mert tényleg folyamatosan irogatnak még minden, de miért ölöd? Na. Ne! Kösz sírke, geci! Istenem! Ha? Ekkor egy gyökér, de jó, hogy megbeszéltük amúgy, hogy össze a kékekre megyünk. Én arra jövök. Csicska ment, bazd, mert nem csirke ment. Na sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ez Bencének készült, mert hogy ugye ekkora sikert igazából elért, szóval 10 000-re akartam ilyet csinálni, de kicsit késtem, szóval inkább 11 000-re jött. Na mindegy, mármint feliratkozóba ugye. Mindegy, igazából köszönöm, hogy ugye
hogy ő volt igazából, ő mindig igazából vele tudtam mindig vezetni ugye a szervet, ugye vele tudtam egy csomószor videózni, vele tudok nap mint nap beszélgetni ugye, és igazából amikor legelőször megismertük egymást, fő ellenségek voltunk úgymond, szóval így utáltuk egymást, így volt a Skycraft meg a Funcraft és röheltük egymást, szóval aztán meg együtt összeálltunk ugye, mint Funcraft Lobby, és utána akkor meg lett ugye a napi 300 play, amit még nem hiszek el mi mindig. És nagy videósok nélkül, az a komoly. Szóval azt összehoztuk így hárman, ugye az a Skittóval még. Mindegy, köszönöm, hogy igazán megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, lehet még csinálok ilyen videókat, már esetleg még más youtuberekről is. Azt ja, ha tetszett, meg akartok még többet, akkor lájkoljátok, meg iratkozzatok fel, kérlek. Köszönöm, sziasztok!